Sziasztok, kedves nézőim! Egy amerikai kamion mindig lenyűgöző látványt nyújt. A sok króma, hatalmas méretek, az erős motor és a klasszikus formák csak úgy árasztják magukból az erőt és a szépséget. Ti mit tudtok ezekről a szupergépekről? Ha eddig nem fordítottatok különösebb figyelmet az amerikai kamionok megismerésére, akkor itt a lehetőség, hogy közelebbről is megismerhessétek ezeket a csodálatos monstrumokat. A tengeren túlon nincs megkötés a nyerges vontatók hosszát illetően, és egyáltalán nincsenek tiltva az őrült, föltör elrugaszkodott ötletek sem. Gyakorlatilag nincsen semmi, ami korlátozná a tervezők és a kamionsofőrök fantáziáját. Mai videónkban megmutatjuk nektek, hogy a tengeren túli kamionosok miként tudnak kialakítani maguknak valóságos kerekeken guruló palotákat. Amerikában a 20. század elején kezdtek el jobban gondoskodni a sofőrök kényelméről, amikor a teherautók elkezdtek egyre nagyobb távolságokat megtenni, tartósabb anyagból készültek és nem estek szét menet közben. A hosszú utak során a sofőröknek szállást kellett valahol találniuk éjszakára. Az Egyesült Államok hatalmas területein azonban nem volt elegendő elérhető szállodai szoba és kemping sem, ahol a kamionosok meg tudtak volna pihenni az úton. A probléma legegyszerűbb megoldásaként azt javasolták a sofőröknek, hogy valamilyen módon vigyenek magukkal egy ágyat, ahol nyugovóra térhetnek éjszakára. A javaslatra reagálva a fuvaros cégek elkezdtek hálórészeket kialakítani a teherautókban. A Packard 1917-es teherautóiban a fülke mögött hoztak létre egy külön hálórészt, ahol helyet kapott egy ágy. A cég egy 1920-as teherautójában pedig a vezető fülke mögött alakította ki egy alvásra alkalmas kis részt. Az 1930-as években kezdtek el megjelenni azok a teherautók, ahol a sofőr az ülések mögött feküdhetett el. A tervezők fantáziája azonban gyorsan tovább ment ennél. Annak érdekében, hogy az utasteret ne kelljen meghosszabbítani, némely társaság a vontatmányokban alakította ki a hálóhelyeket. Eredeti ötlet, nem igaz? Ami azonban ezután következett, az egy teljesen új tervezési filozófiát képviselt. Azokra a teherautókra, amelyen nem volt elegendő hely a fülkében kialakítani egy fekvőhelyet, úgynevezett madárházakat szereltek fel. Ezeket a madárházakat először a kamionok és teherautók tetejére szerelték fel, majd később inkább a félpótkocsihoz rögzítették a lakrészeket. Igaz, ahhoz, hogy egy kemény munkanap után a sofőr be tudjon ezekbe a madárházakba mászni, először komoly akrobata mutatványok végrehajtására volt szükség. A szállítható hasznos tehermennyiségének maximalizálása érdekében néha rendkívül abszurd ötletek is napvilágot láttak. Egyes járművekben a sofőröknek azt ajánlották föl, hogy pihenjenek az ülés alatt egy olyan kis helyen, amely elnézést kérek, de leginkább egy koporsóra emlékeztetett. És sajnos nem ez volt az egyetlen furcsa és megalázó javaslat, amelyen régebben a járművezetőket megpróbálták győzködni a cégek. A kis vezetőfülkével rendelkező teherautókra az akkori évek kiegészítői gyártó stúdiók külön alvómodulokat kezdtek el gyártani, amelyeket a vezetőkabinok mögé lehetett felszerelni. Ezek már elfogadható színvonalú alternatívát nyújtottak a pihenőidő eltöltésére. A modulakat jó néhány hosszabb távokat rendszeresen teljesítő kamionos szerelte fel a kamionjára. A sofőrök a megállást követően a vászonszerkezeteket egyszerűen csak lehajtották és már használhatták is. Az 1950-es években megjelent egy nagyon érdekes Corbett nevű teherautó, amelynek ülései kihajthatóak voltak, így gyorsan egy ággyá lehetett alakítani a vezetőfülkét. A belső tér megnövelésének érdekében a mérnökök egy púpot hoztak létre a teherautó orrában. A jármű legnagyobb hátránya az volt, hogy a magas kabin kialakítás miatt a vezetőfülkében meglehetősen nehéz volt felmászni, különösen egy fárasztó nap után. Az 50-es évekre már nagyon sok potens és használható ötlet került bevezetésre a kabin mögötti pihenő részeken. A kísérletezéseknek és az ötleteléseknek azonban továbbra sem volt vége. A Kenworth vállalat felettébb érdekes szörnyetege 1954-ben jelent meg. Az alvórésszel felszerelt változat így nézett ki. Ez egy valóságos palota. Ebbe a hálófülkébe aztán igazán könnyű bemászni, nem igaz? Indiában már nagyon régóta alkalmaznak különféle kabinokat a teherautókon. Egy nagyon érdekes gyakorlat terjedt el szélesebb körben az országban. A metódus a következő. Először egy csupasz teherautó alvázat kell vásárolni vezetőfülke és karosszéria nélkül, mert ez így a legolcsóbb, és a helyi szerelőgarázsok bármilyen, de tényleg bármilyen fülkét hajlandóak megépíteni az ügyfélnek. Sok éven át a sofőröknek úgy kellett kiszállniuk a teherautókból, ahogy tudtak. A kamionosok Európában és Amerikában egyaránt arra törekedtek, és a lehető legjobban megkönnyítsék az életüket a hosszú utak során. Később természetesen elérkezett az idő, hogy maguk a járműgyártók is elkezdtek investálni a vezető kényelmérzetét adó fejlesztésekbe. Az új kamionok már a gyárban megkapták a jól felszerelt fülkéket, és az új típusok már különféle változatban elérhető belső terekkel és felszereltségekkel voltak rendelhetők. Megjelentek a luxus kamionok és a kívülbelül elegáns nyerges vontatók, és úgy tűnt a képzeletnek többé semmi sem szab határt.
Mindenki többet akart, még több helyet, még kényelmesebb kialakítást és persze még erősebb járműveket. A nagy mennyiségek szállítására jelentkezett igények a kamionok méretét is megnövelték. Európában szigorúan vették a szabályozási kérdéseket, és 16,5 méterben korlátozták a közúti vontatmányok hosszát. Amíg Európában a szűk utcákban végrehajtandó manőverek miatt a közúti vontatmányok hosszát korlátozni kényszerültek, addig Amerikában a hatalmas távolságok, a széles autópályák és a szellős városok teljesen más szabályozási filozófiát igényeltek. Amerikában 20 méterben korlátozták a közúti szerelvények hosszát, de még ezek mellett a kiváló feltételek mellett sem csőrös, hanem lapos orrú nyerges vontatókat kezdtek el tervezni. Az amerikai gyártók azért döntöttek így, mert a lehető legtöbb helyet szerették volna felhasználni a lakómodulok kialakítására. Az amerikai mérnökök olyan gyönyörű és ikonikus kamionokat kezdtek el építeni, amilyeneket még egyetlen más ország sem alkotott azóta sem. Ilyenek például a Peterbilt 362-es, a Kenworth K100-as, az International Harvester Transtar, a Mack F sorozat, a White Road Commander vagy a Freightliner kamionok. A Freightliner volt az a bizonyos kamion, amit a Terminátor 2 filmben is használtak. Milyen csodálatosan néznek ki, különösen ezekkel a hatalmas hálófülkékkel. A Kenworth K100 Aerodyne változat például egyszerűen lenyűgöző belül is és kívül is. Bárhol is vagyunk benne, mindenhol teljesen fel tudunk állni. A rengeteg bőrborítás, valamint faberakás vitathatatlanul a világ legfényűzőbb kamionjai közé emeli ezt a típust. 1976-ban az USA-ban a hosszkorlátozásra vonatkozó szabályok mellett a kamionosok még teljesen más életet éltek. Ezt a tehergépkocsit egyébként láthattátok a Universal Soldier című filmben. A gépszörnyet egy Kenworth K100-as átalakításával alkották meg. A kamionok felszereltsége már abban az időben is nagyon magas szintet képviselt a tengeren túlon. Emlékeztek még a Cowboy című kultikus filmre, ahol a fényűzőfülkés kamion jóképű sofőrje járműjének díszítésével büszkélkedik? A lakómodulok fejlesztésének történetében ez azonban még csak a kezdet volt. 1976-ban valóságos forradalom zajlott le a kamionok világában. A közúti szerelvények maximális hosszát 20-ról 23 méterre növelték meg. 1982-ben az amerikai törvények már csak a pótkocsi hosszát korlátozták, maga a tehergépkocsi bármilyen hosszúságú lehetett. Hogy milyen irányt vettek ezután a fejlesztések, arra érdemes egy kicsit több figyelmet szentelnünk. Míg az európai kamiongyártók a fülkemagasítás útját választották, addig az amerikaiak mind a magasságot, mind pedig a kamionok hosszát megnövelték. Az amerikai nyerges vontatók minden addiginál nagyobb hálófülkével hagyták el a gyárakat. A hosszkorlátozások megszüntetése azt eredményezte, hogy ismét megjelentek a hatalmas csőrös kamionok. A csőrös kamion dizájn egy nagyon bevált konstrukcióvá vált a tengeren túlon. Az elrendezésnek számos előnye van, többek között a motortérhez való könnyű hozzáférés. A motor áthelyezése a vezetőfülke elé lehetővé tette a még magasabb fülkék és hálóhelyek kialakítását, miközben csökkent a sofőr ülés magassága és nőtt a kamionok biztonsága. A sofőrök viccesen meg is jegyezték, hogy a csőrös kamionok vezetése közben az életük minden alkalommal 2 méterrel meghosszabbodik. A csőrös kamionok vadul néztek ki. A rengeteg króm mindenhol, a menő üzemanyagtartályok, a szabad kipufogó csövek, a külső levegőszűrők és a sokfajta elrendezésű világítás nagyon vagánnyá tették ezeket a monstrumokat. Az utastér szintén bámulatos kiegészítőkkel büszkélkedhetett. Bőrfa és kromdíszítő elemek tömkelege került elhelyezésre a vezetőfülkében. A kényelmes hálófülkék igyekeztek minden igényt kielégíteni. Gondolom, ti is egyetértetek abban, hogy azokban az években az amerikai tervezők bizony nem a semmiért kapták a fizetésüket. Mind a kisebb teherautók, mind pedig a nagyobb kamionok elképesztően néztek ki akkoriban. Ezek itt gyári teherautók a 70-es és 80-as évekből. Az azóta eltelt évek alatt az iparág óriásit fejlődött. Az egész árufuvarozási üzletág egy hatalmas, szinte végtelen kultúra, ahol mindenki 100%-on ég, és a folyamatok fékezhetetlenül száguldanak előre. Napjainkban már egy gyári teherautó is rengeteg kiegészítő felszereléssel és rendszerrel rendelkezik. A megrendelő a felszereltség szinte minden elemét saját maga választhatja ki. Számos modell már alapkonfigurációban is rendelkezik hűtőszekrénnyel, TV-vel, magas minőségű hangrendszerrel és kényelmes ülésekkel. Ha valakinek ez mégsem lenne elég, akkor örömmel közlöm veletek, hogy a tuning világa mindenkit sok szeretettel vár. A fesztiválokon és a kiállításokon mindenki megmutathatja magát és a járgányát. Az Egyesült Államokban rendszeresen rendeznek különféle versenyeket a szakmában. Például itt van ez a kamionverseny, ki tud jobban pótkocsit húzni. Na és persze nem mehetünk el szó nélkül a gyorsulási versenyek mellett sem.
Számtalan tuning fesztivált és bemutatót is rendeznek Amerikában, ahol nagyon különleges és egyedi modellekkel találkozhatnak a látogatók. Remek példa ez az Iker motoros Peterbilt 359-es, amely 3500 lóerővel büszkélkedhet. Az élet bizony nem lehet unalmas egy ilyen gépszöny volánja mögött, nem igaz? A kamion tuning Amerikában egy komplett iparággá fejlődött. Az igás lovak módosításához vagy szereléséhez szükséges eszközök és kiegészítők a kamionos kempingekben vagy a fuvarosok telephelyén található üzletekben könnyedén és gyorsan beszerezhetők. A sofőrök nagyobb átmérőjű kerekeket szerezhetnek be, egyedi hangtompítókat szerelhetnek fel a kamionokra, de ablakvédőkkel, sárvédőkkel és emelőszerkezetes lökhárítóval is felszerelhetik a gépszörnyeiket, ha úgy kívánják. A belső tér még több lehetőséget rejt magában. Akár egyedi kormánykerekekkel, egyedi sebességváltókarokkal és kiegészítő műszerekkel is felszerelhetjük szeretett kamionunkat. Gondolom mindenki ismeri a híres Coca-Cola reklámot. Néhány kamionos a valóságban is ilyen kamionokat vezet. Ezek itt nem kiállítási darabok, hanem igazi igáslovak. A motorokat is gyakran módosítják. A gyári nyerges vontatók általában erős, 5-600 lóerős dízelmotorokkal rendelkeznek. A Caterpillar motoroknál azonban a turbina cseréjével könnyedén 800 lóerőre növelhető az összteljesítmény. Emlékeztek még a Fekete Kutya című kultuszfilmre? A film sok érdekes pillanatot tartalmaz, amelyek rendkívül jól mutatják be a kamionsofőrök életét Amerikában. A főhős egy Peterbilt 379-est vezet, és azt mondja a filmben, hogy a Peterbiltnek van a legjobb motorja. A kijelentés egyáltalán nem áll messze az igazságtól. Néhány sofőr nem azért hosszabbítja meg a kamionjának szerkezetét, hogy jobban nézzen ki a jármű, hanem hogy a hatalmas hálófülkének legyen tere. Itt hull le a lepel az amerikai kamionosok epikus természetéről. 2007-ben a Freightliner argosi kabinja alapjára épülve egy kétszintes hálófülkével rendelkező szörnyeteg gurult ki az utakra. A kamion lakrészének hossza 7,5 méter volt. A hálófülkében minden adott volt a kényelmes bentartózkodásra. A fülkében helyet kapott többek között egy fürdőszoba, egy hűtőszekrénnyel rendelkező konyha és egy viszonylag nagy étkező rész. A második emeleten alakították ki a nappalit, amely házi mozit és első osztályú zenei rendszert kapott, illetve természetesen egy hatalmas francia ágy is elfért benne. A kamiont a Twins Custom Coaches építette. Ez egy igazi exkluzív jármű. Ez az egyetlen emeletes lakrésszel rendelkező kamion a világon. Az előzőek mind high-tech szélsőséges példák voltak. Az átlagos amerikai sofőrök azonban a legtöbb esetben klasszikus megjelenésű kamionokat választanak maguknak. Amit egyesek ezekkel a járművekkel képesek művelni, az szinte már botrány. Mit csinál egy sikeres amerikai kamionsofőr, miután jelentős összeget halmozott fel a bankszámláján? Vesz egy kamiont, és elviszi azt egy magánműhelybe. A váz meghosszabbodik, és felkerül a lakrész a kamionra. Ez legtöbbször egy nagy lakóegységet jelent, amelyet minden kényelmi funkcióval ellátnak. A kamionunkat így már szinte bármivel felszerelhetjük. Alapesetben a megrendelők legfontosabb kritériuma a teljes értékű konyha megléte, étkezőhelyiséggel és hűtőszekrénnyel. A beépített zuhanyzó és WC szintén nagyon fontos dolog a sofőröknek, de kötelező berendezésnek számít az LCD TV és a nagyméretű ágy is. Az ügyfelek egyre gyakrabban adnak le megrendelést magas minőségű multimédiás rendszerekre és játékkonzolokra is. A belső teret főként bőr és fa elemek díszítik. A különleges ügyfelek számára elérhető még a márványpadló is, mint burkolati opció. A klímaberendezés természetesen alapfelszereltségnek számít, de érdekes módon a grésütő is legalább annyira fontos, mint a hőmérséklet szabályozása. Amire egyáltalán nem számítanánk, az a motorkerékpárnak fenntartott rész. Egy fárasztó munkanap után miért nem motorozhatnánk le a boltba a naplementében? Nem igaz? Ez ám az életforma. Alapvetően ezeket a szuperkabinokat főként házaspárok vagy azok a kamionosok rendelik meg, akik hozzászoktak, hogy semmit sem kell megtagadniuk maguktól. A jól felszerelt járművek vezetőinek nem kell szállodában aludniuk, és nem kell kétes kinézetű éttermekben enniük sem, hiszen a saját maguk által készített ételeket fogyaszthatják a kamionjukban akkor, amikor csak szeretnék. Hogy mennyibe kerül mindez? Elég sokba. Egy jól felszerelt nyerges vontató 150 000 dollárba kerül, ami csaknem 55,5 millió forint. Egy egyedi hálófülke pedig szintén ugyanennyi. A tapasztalt amerikai kamionosok viszont jól keresnek. A profik átlag keresete 10-15 000 dollár, ami 3,7-5,5 millió forintnak felel meg, de bizonyos hónapokban a fizetés elérheti akár a 25 000 dollárt is. A sofőrök nem félnek kényeztetni magukat. Amerikában az emberek tudják, hogyan kell dolgozni, de mellette nem feledkeznek meg pihenni sem.
Elképesztő, hogy mekkora a különbség kamion és kamion között. Az emberek preferenciái, törvényei és szokásai nagyon eltérőek lehetnek a különböző kontinenseken. Vannak helyek, ahol a manőverezhetőséget és a hatékonyságot részesítik előnyben, míg máshol a kényelmet, a teret és a klasszikus formák szépségét értékelik jobban az emberek. Egy biztos, hogy ezek a fantasztikus amerikai megakamionok igazi kemény munkások, és a tengeren túli identitás elidegeníthetetlen részét képezik. Az USA-ban a nyerges vontatókat még mindig a 60-as évek dizájnjának alapján gyártják. Akad egyáltalán bárki, akik szerint ezek a monstrumok nem szépek? Videónk itt véget ért. Lájkold, ha tetszettek a kamionok, és írj kommenteket is. Hamarosan új videóval jelentkezünk. Addig is, sziasztok!